Dunával kapcsolatban fölötő szeretnő elmondani. A Duna kerekében 3000 kilométer. A 3000 kilométeren 36 erőmű üzemel, vízerőmű üzemel, 36. Most épp az Alpna jut. Hát aki látta Ausztriában a vízerőműveket, az gondolom látja, hogy gyönyörű szépen belekik a tájban. Egyszerűen. Dunának a magyarországi esése 40 méter. Duna mentén lakik az ország lakosságának több mint a fele, és a Duna mentén termelődik a magyar energiagazdaság 60%-a. A Duna Európa legnagyobb vízi korridorja. De azt jelenti, hogy összekötni Észak-Európát, Dél-Európával 8 európai országot. Azt gondolja valaki, hogy az Európai Unió meg fogja engedni azt, hogy ezt a vízi korridort ne használjuk. Úgy gondolják? Még egyszer szeretném mondani, hogy jogászok mit tanulnak, nem tudom, nem jogászok. Én mérnök vagyok, több diplomás mérnök egyébként. 71 éves koromban unatkoztam, én Brüsszelbe beadtam a német nyelvű pályázatomat, megkaptam az Európai Mérnöki címet is. Most 80 éves vagyok egyébként. Ma is minden nap tanulok, a tudomány az nem áll meg. Minden nap kell tanulnom egyébként. A Dunának a hasznosítása vagy nem hasznosítása egy pazarlás. Ha nagyon kíváncsiak, akkor a www.as.hu megnézhetik, hogy hány milliárd forint kárt okoztak, azok nem tudják azt, hogy a víz mindig lefelé folyik, nem tudják a fizikai törvényeket egyébként, mert nem tanulták meg. Hogy mondták a latinok? A tudatlanság félelmetes, ugye nem kell latinul kéznem. Ezért én annyit szeretnék egyébként mondani, hogy önök, akik itt vannak és újságírók, és hihetetlen a lehetőségek van, hogy be tudják folyásolni a közéletet egyébként, fogadják meg Olá Björn Nobel-díjas a szavait. Úgy azt mondja, mi magyarok és sajátos emberek vagyunk. Ezer éven keresztül megtartottuk a magyar nyelvünket olyan környezetben, ami hát semmi se hasonlít. Ugye ismerik a marslakókról szóló mondát, nem akarom elmondani, Enrico Fermivel kérdeztek. A második, ezer éven keresztül megtartottuk magyarságunkat, amikor hát igazából nem is volt magyar, aztán mert mindig megszálltak és a harmadik, amit mondott egyébként, hogy mindig befogadó népek voltunk. Most nem akarom a történetet elsorolni, hogy kiket fogadtunk be, és kik lettek magyarok. Negyedik, genetikailag kiváló összehittetünk a magyar rétegeként. Ötödik, amit elmondott, hogy ha tudományt nézünk, amihez teljes doktorról egyébként hivatkozott, és Kínában összehasonlítást csináltak, akkor tudományban nagy hatalom vagyunk. Tudományban nagy hatalom vagyunk. Most, mivel sok minden gyűjtök, nem utóbb, legutóbb kaptam egy kollégám fel egy témát, ahol a Volkswagen tervezésén melyik magyar mérnöket részéjét rajta. A Volkswagen ismert milyen kocsi volt, de nem akarom a többit mondani. A következő, minden adottságunk megvan, hogy sikeresekedünk. Minden adottságunk megvan, hogy sikeresekedünk. Egyet hozzá Olá Björn. A saját hibáinkról nem tanulunk. Bocsánat, hogy kérek, most leveszem ezt a témát, és a magánvéleményemet mondom. Adja az okosnak jó tanácsot, még okosabb részt, adja az ostobának az emberek.